Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás január 16-áig. Mielőtt elkezdeném a jóslást, felhívnám a figyelmeteket a Valentin napra. Ez ugyan februárban lesz, tehát még eltelik egy ideig. Viszont az akciós jóslást már most közlöm veletek, hogy legyen idő a jóslásokat elkészíteni. Ezt megkapjátok fele áron 4500 forintért. Ez egy szerelmi jóslás, ahol megnézzük a helyzetet, hogyan alakulnak a dolgok a párkapcsolatot illetően, és ehhez elkészítem a horoszkópotoknak az elemzését. Összehasonlítom kettőtök horoszkópját. Ez megrendelhető e-mailen keresztül. És most rátérek a jóslásra. Itt látható Merkur bolygó. Merkur bolygó most hétvégén megáll, utána visszafele halad. Ez a visszafele haladó mozgás, ez azt jelenti a mi általunk ismert asztrológiánál, hogy valami fékezi az eseményeket, nem szabadna most valamilyen szerződést aláírni. Az indiai asztrológiában ezt másképp magyarázzák el, hiszen ez a visszafele haladó mozgás erőt ad a bolygónak, és mindaz, amit tervezünk, akkor az megvalósítható. Merkur bolygó a hétvégén a pályáján eléri azt a pontot, ami közel áll a naphoz. És az azt jelenti, itt kiderül valami. Vagy megvan arra a lehetőség, hogy beszéljetek egymással, és rendezzétek a dolgokat. Itt láthatóvá válik valami, tisztázódik valami. Van múlt, jelen és jövő. Itt ezek a kártyák utalnak a múltra. Ha egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Az érmék ott melletted utalnak az értékekre, az anyagiakra, a munkára, vagy a saját értékeidre. Itt ez a nyúl azt jelenti, itt szaporodik valami, de ha nincs meg benned az önbizalom, vagy nem vagy tudatában a saját értékeiddel, akkor itt korlátozások vannak, erre utal itt a 9-es szám. De megvan arra a lehetőség, hogy elbúcsúzz a félelmektől, a bizonytalanságoktól, és szabadnak érezd magad, erre utal itt ez a madár, és a háttérben ez a kapu azt jelenti, hogy ott vannak mögötted a lehetőségek. Amennyiben egy férfi vagy, akkor ez a kép azt jelenti, hogy vagy a társnőd az, akire utal ez a kártya, vagy jelenti a te tartásodat. Itt ez a mágikus azt mutatja, megvan köztetek a mágikus vonzalom. Vagy jelentheti a hivatásodat egy spirituális területet. Vetkezed be a dolgokat, megvan nálad ez a tudás, ez a tehetség, ez a kisugárzás. A kelyhek jelentik az érzelmeidet, ez a kártya utal a hold energiájára is, és ott álmokról, reményekről, vágyakról van szó. Ha megvan a hited, akkor ez az álom megvalósul. Különösen most, hogy Merkur visszafele halad,
hiszen az azt jelenti, közel áll a földünkhöz, tehát egy ötlet megvalósítható, és utal reális dolgokra is. De még visszatérve Merkur bolygóra, ez a visszafele haladó mozgás utal gyakran a múltra, hogy valaki gondol rád, vagy visszatér a múltból, esetleg vannak itt kármikus emlékek is. És a kelyhek jelentik azt, ha megvan az önbizalmad, a hited, akkor ez a terv, ez az álom megvalósul. És most megnézzük a jövőt. Itt a kettes szám utal egy kapcsolatra. Mivel a kelyhekről van szó, és az érzelmeket jelenti, akkor itt van egy szerelmi kapcsolat. Itt közeledtek egymáshoz, és látható a gyógyító erő. Itt ez a fő pap esküszik valamire. Tehát ha ő közöl valamit, akkor hihetsz a szavaiban. Amit ez a kép még jelent, az isteni áldás erre a kapcsolatra. Ennek a kártyának van szimbolikus jelentése is, az jelenthet egy szerződést. Itt láthatóak a kardok, ami jelenti a levegő elemét, és a levegő eleménél gondolatokról van szó, ötletekről, kommunikációról, és a hármas szám azt jelenti, hogy itt van kapcsolat kettőtök között, ti tisztáztok egymással valamit, és lesz egy új irány, új lehetőség. De ez a kártya azt is jelentheti, hogy van egy harmadik személy, aki szintén beszélni akar veled, vagy vele, vagy mindkettőtökkel, tehát beleavatkozik a dolgokba. Ez lehet jó, egy jó tanács például, vagy egy találkozás, beszélgetések, de lehet rossz is, ha valaki kritizál benneteket, vagy rosszindulatúan közeledik hozzátok, ez mindenkinél másképp hat ki. És a jövőt, ami később fog bekövetkezni, itt a kártyák mutatják. Itt a hajó jelenti a reményeket. Tehát megvan arra a remény, hogy mindaz, amit ti elképzeltek, az megvalósuljon. Amit ez a hajó még jelenthet, külföldi utazások, kapcsolatok. Itt vannak a könyvek, ami a tudást jelenti, ez lehet egy idegen nyelvnek a tanulása is. Vagy megvannak a kapcsolatok külfölddel, lehet, hogy ez a férfi külföldről származik, vagy lesz itt egy közös utazás, ami ezt az utat jelenti, ez lehet egy belső út is, egy spirituális terület. És akkor itt van a tudás, a bölcsesség. Amit a könyvek még jelenthetnek, a zárkózottsága, hiszen itt gyakran titkokról van szó, de szerencsére itt vannak az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Tehát ezt a zárkózottságot, ezeket a titkokat az egerek eltávolítják. Ugyanúgy, mint ahogy itt látható Merkur bolygó, a beszélgetések, és itt a nap, hogy kiderül az igazság, vagy nyitottan beszéltek egymással, és nyitott lesz érzelmekről beszélni, és itt látható a remény hozzá. Én kívánok egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Dendera!